Arcom ellágyult, valahányszor ránéztem, és egyszer véletlenül kicsúszott a számom. Kedvesem. Magam is megdermedtem, de azután végtelen nyugalom szállt meg. Íme hónapok után eljött az idő, hogy minden napvilágot lásson. Testünk és lelkünk egysége úgysem tartható tovább titokban, gondoltam magamban. Hangom, azaz egyetlen elsutogott szó azonban úgy hatott rá, mint egy arcúcsapás. Figyeltem őt, várakozva reménnyel, sőt dicsőséggel eltelve, így arcának minden változása örökre belém égett. Először összehúzódott, megfeszült az arca, mintha megütöttem volna. Aztán egy pillanat tört részéig kisfiús bizonytalanság lett úrrá rajta. Végül arcvonásai tekintélyt parancsolóan kisimultak, és belső összeszedettség jelent meg az arcán. Döntést hozott. Minden szempár rászegeződött, hiszen ismertük már jól ezt az arckifejezést. Vezetőnk prédikálni fog. Ugye mindenki hallotta ezt a nőt? Ugye mindenki hallotta azt a szót, ami elhagyta a bűnös ajkát? A közelünkben állók elsuttogták a szót. Kedvesem! És a mormogás végig hullámzott a teremben. Ez a sok hangú kórus olyan rosszalóan ejtette ki szívem legbecsesebb titkát, hogy az a pillanat örök szégyenem mementójává vált. Azt jelentette számomra, hogy odaadásom, szeretetem, szerelmem szégyenletes. Vigyétek és zárjátok el ezt az őrültet, mondta megvetően, és állával felém bökött. Kicsiny ablaktalan sziklakamrába zártak, és minden este belőttek nekem egy darab kenyeret. Hajam összecsomósodott, körmeim karmokká torzultak, a szemem vérben forgott, és testem elfonnyadt. Több mint 20 évig éltem még, de sosem láttam meg többi sem a napfényt, sem a józanész vezérfonalát. Én ezt ragadtam ki a Karma Killer könyvből, ami nagyon nagy hatással volt rám. És mi volt ez a nagy hatás, vagy két dolog is. Az egyik, hogy én egész életemben a testemmel kapcsolatban nagyon elutasító voltam, és különösen a köldök alatti terület nagyon zavart. Hát szó szerint utáltam magam. És nekem mindig ilyen kiálló kerescsont részem volt, erős csípőm volt, ami egyrészt a külvilág, és többször kaptam ezért a külvilágtól visszajelzéseket, és hát nagyon, nagyon nem szerettem magamat. És nem értettem, hogy miért áll így a csípőm, miért áll így a kerescsontom, és bizony évtizedek teltek, hogy azon munkálkodtam, hogy tudom ezt a területemet megváltoztatni, eltüntetni. Rengeteget tornáztam, az étkezésre odafigyeltem, ruhákkal próbáltam megoldani, és összességében rossznak és gonosznak és bűnösnek éreztem magam, emiatt, hogy a testemben ez a forma van, vagy ez a kiálló kerescsont van. És amikor ezt a részt elolvastam, igazából akkor érkeztem meg oda, hogy ahhoz, hogy ennyire kiálljon ez a területem, ez nem azért van, mert hogy rossz lennék, vagy bűnös lennék, hanem itt annyi fájdalmat, szégyent, bánatot cipel a testem, régi dolgoknak az energetikáját, lenyomatát, hogy amiatt van ez a fajta deformitás, és ez nem szégyen, nem szégyenletes, és nem azért van, mert bűnös lennék, hanem itt régi dolgok fájdalma az, amit hordozok magamon és magamban. És hogy bocsássak meg magamnak, és ne bántsam, és ne utáljam magam, és ugyanígy voltam a többi embertársaimmal is, akiknél hasonló csípőt láttam, feléjük is rosszallásom volt. És hogy erre rá tudtam úgy nézni, hogy ez nem bűn,
hanem ezek fájdalmak. Segített abban, hogy megbocsássak magamnak, és máshogy tekintsek magamra, és hogy ugyanígy másokkal is ezt megtegyem. Ez volt az egyik nagy segítség ennek a fejezetnek. A másik rész pedig, hogy sikerült rálátnom, hogy az érzelmeknek milyen nagy hatása és ereje van. Nekem az egész életem arról szólt, hogy nagyon erősen érzelmileg motivált voltam, vagy erősen jelentkeztek rajtam az érzelmek. Vagy nagyon féltem valamitől, vagy pedig erős düh, harag, bosszúságot éreztem. És ez a fejezet segített abban, hogy rálássak, hogy az érzelmeknek milyen nagy ereje van, és hogy képesek felülírni a racionalitást, a józanészt, és hogy képesek egy más világot mutatni, hogyha eluralják az embert. És hát az a nagyon jó hír, hogy ezen lehet változtatni. Lehet változtatni, le lehet oldani ezeket a fájdalmakat, ezeket a félelmeket, ezeket az erős érzelmi kitöréseket, indulatokat, és ennek a segítségével át lehet írni, át lehet alakítani a testet egyrészt fizikailag, és másik pedig érzelmileg is, és egy egész más állapotot, egy harmóniát lehet elérni, mind fizikailag, mind pedig lelkileg, érzelmileg. És nekem ez a fejezet ebben segített, hogy erről máshogy gondolkodjak és máshogy érezzek. És mindenkinek nagyon ajánlom ezt a könyvet, fantasztikus. Minden szava, minden mondata lényeges, fontos, és segített nekem ez a könyv abban, az egész könyv végigolvasása, hogy máshogy tekintsek magamra, és máshogy tekintsek másokra is. És nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és olvassátok el minél előbb ezt a könyvet. Köszönöm, sziasztok!